Az orosz csapatok kedreggel ismét rakétacsapásokat mértek Ukrajna számos megyéjére. A légvédelem közlése szerint a támadás reggel 7 óra körül indult a Kaspi-tenger térségéből. A jelentések szerint Zaporizsára 12 rakétát lőttek ki. Olekszandr Staruk, a Zaporizsa megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője megerősítette, hogy az ellenség célpontjai főként infrastrukturális létesítmények voltak, de egy oktatási és egy egészségügyi intézmény, valamint több lakóépület is megsérült. A támadás következtében egy ember életét vesztette. Vitali Kim, a Mikolaivi megye kormányzója Telegram csatornáján azt írta, hogy az ukrán légvédelem Odessa és Mikolaiv megyék fölött hatástalanította az ellenséges rakétákat. Szerhé Hamali, a Melnicki megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője robbanásokról számolt be a térségben. Elmondása szerint a légvédelem, amely lelőtt egy iráni Shahed 136 kamikáze drónt is, jól működik Melnicki megyében. Olexi Kuliba, a kijevi megye kormányzója azt közölte, hogy a térségben kedden délelőtt két rakétát is sikerült lelőni. Olekszandr Vilkul, a krivérihi katonai közigazgatási hivatal vezetője pedig arról számolt be, hogy az orosz csapatok tíz rakétát a Kaszpi-tengerről és további tíz rakétát Szaratovból lőttek ki a városra. Denis Smihál, ukrajna miniszterelnöke, kedden a délutáni órákban azt írt a Telegram csatornáján, hogy hogy az orosz csapatok reggel óta már 33 rakétát lőttek ki Ukrajnára. Kárpátalján továbbra is nyugodt a helyzet.